Ez itt az Aerosport. Az év leglátványosabb légiparádiát rendezték meg Börgöndön. Minden eddiginél többen voltak kíváncsiak a repülőnapra. A koronavírus világjárvány miatt a szervezők szigorú intézkedéseket vezettek be. Még arra is volt lehetőség, hogy a nézők autóikból nézhessék a bemutatókat. Az Aerosportban láthatják az amerikai P-51 Mustang bemutatóját és egy igazán különleges kötelékrepülést a csehországi Tiger Moss géppártól. A helikopterek sem hiányozhatnak novemberi adásunkból. Megmutatjuk a Mi-2-es és a KA-26 helikoptereket és a magyar fejlesztésű hungarokoptert. Tartsanak velünk! Minden eddiginél többen voltak kíváncsiak az országban egyedüliként megtartott Börgöndi repülőnapra. A koronavírus világjárvány miatt 2020-ban a légiparádék többségét online térben rendezték meg, így igazi különlegességnek számított a futópálya széléről gyönyörködni a látványos bemutatókban. Koronavírus járvány miatt a szervezők szigorú intézkedéseket vezettek be a látogatók biztonsága érdekében. A rendezvény teljesen szabadtéri volt, 30%-kal megnövelték a parkoló területét, és még arra is volt lehetőség, hogy a nézők autóikból figyelhessék a légiparádét. A repülőprogramok mellett a Földön is bőven akadt látnivaló. Az érdeklődők megnézhették, hogyan halad a Nemere projekt. Rotter Lajos legendás világrekorder vitorlázó repülőgépét építik meg újra. Ezzel a géppel ért el céltávrekordot a berlini olimpián 1936-ban Berlin és Kiel között, amivel nem hivatalos világrekordot állított fel. Börgönd 1974-től a futárhelikopterek bázisául szolgált. Kezdetben Mi-1-es és Kamov KA-26-os típusú helikopterek állomásoztak itt. Az első Mi-2-esek 1982-es érkezését követően, a Mi-1-eseket még abban az évben, a Kamovokat pedig 1989-ben mondták ki a hadrendből. Két évvel később, 1991 őszén jogutód nélkül megszűnt az MH-90. Asbolt Oszkár futárhelikopter ezred, ekkor a Mi-2-es típusú helikopter Szolnokra költöztek, de a helikopterek ma is ezer szállal kötődnek Székesfehérvár repülés történetéhez és az egykor Börgöndön szolgált pilótákhoz és repülőműszaki szakemberekhez, ezért a Mi-2-es és a Kamov sem hiányozhatott a repülőnapról. Magyar fejlesztésű hungarokoptert is megcsodálhatták az érdeklődők, ami akár 190 km/órás végsebességre is képes, gond nélkül emelkedik 3000 méter magasra, és mindössze 290 kg súlyú, tehát méltán nevezik ultrakönnyűnek.
régmúltat idézte az L-29 Delphi sugárhajtású oldtimere is. A legtöbb hazai repülőnap elmaradhatatlan látványossága a 60-as évek elején kifejlesztett és gyártott csehszlovák sugárhajtású katonai kiképző repülőgép. Ezen a típuson tanulta űrhajósunk Farkas Bertalan is a sugárhajtású repülőgép vezetését. Csehországból is érkeztek oldtimer repülőgépek a légiparádéra. Tavaly az időjárás meghiúsította, de idén eljött a Tiger Moss kötelék Csehországból. A 30-as évek elején tervezett angol kétfedelű farokkerekes kiképző repülőgépből megközelítőleg 12 000 példány készült. A Tiger Mossok nagy része repülőklubokhoz vagy mezőgazdasági cégekhez került, ahol tovább szolgáltak egyszerű szerkezetük és könnyű üzemeltetésük miatt. A cseh pilóták kedvtelésből repülik a gépet, és hülyen ápolják a hagyományokat, fontosnak tartják nem csak a repülőgépek, hanem a ruházat és egyéb felszerelések korhűségének megőrzését is. Kettős jubileumot ünnepeltek szeptemberben Börgöndön. A 25. repülőnapon, a II. Világháború befejezésének 75. évfordulóján egy kis időutazáson vehettek részt a repülés szerelmesei. Az 1936-ban eredetileg katonai repülőtérként megnyitott bázis ugyanis fontos szerepet játszott a vadászrepülők és bombázók állomásoztatásában. A háború alatt magyar vadászpilótákat képeztek át a Messerschmitt ML-109-es repülőgépek különböző típusaira, hogy ezt követően pilótáink felvegyék a harcot a híres amerikai P-51 Mustanggal. Ez a különleges oldtimer repülő ezen a hétvégén nem csak Börgöndön repült, hanem a Szeged International Air Show helyett megrendezett Airport légisón is. A két rendezvény szervezői ugyanis közösen hívták meg a Németországban üzemelő, gyönyörű állapotban lévő II. Világháborús vadászgépet.
Köszönjük, hogy velünk tartottak! A műsor támogatója Hungarokontroll, a Magyar Légiforgalmi Szolgálat. Az MVM Net ZRT. A műsor médiapartnere az aerosport.hu.